Mindössze 17 éves volt a lány, aki nem sejtette, hogy a szexuális kalandja miatt hamarosan egy bűncselekmény áldozatává válik. Az együttlétüket a párja ugyanis kamerára rögzítette. A videót aztán átküldte egy ismerősének. A sértett egy gyermekotthonban lakott. A tartalom végül az egyik nevelőhöz is eljutott. Ő tett feljelentést a rendőrségen. A Szekszárdi járásbíróság ítéletet hirdetett gyermekpornográfia büntettében, amiért a vádlottat 10 hónap börtön ítélte, a végrehajtását azonban 3 évi próbaidőre felfüggesztette, emellett még kiszabott a bíróság 200 000 forint pénzbüntetést is a vádlottal szemben. Bár a videót, mire a rendőrök megjelentek, a fiatalok már valamennyiük telefonjáról kitörölték, ettől függetlenül a bűncselekmény már az első továbbításkor megvalósult. Vádlott tudta azt, hogy ezen 18. életévét be nem töltött sértett szerepel, így elköveti a bűncselekményt, aki ilyen felvételt megszerez, vagy azt továbbítja, vagy azzal kereskedik, vagy azt feltölti az internetre, vagy bármilyen módon hozzáférhetővé teszi, ezért állapította meg a bíróság a bűnösséget, és ezért szabott ki büntetést, hozzátéve azt is, hogy ezen bűncselekmény igen súlyos szabadságvesztés büntetéssel fenyegetett. Az ítélet azóta már jogerőre emelkedett, mert azt a vádlott és az ügyész is tudomásul vették.